Szeretettel köszöntök mindenkit. Székesfehérvárról érkeztem. Egyrészt klasszikus zenei végzettségem van, másrészt matematika és ábrázolgeometria tanári végzettségem, és nagyon-nagyon érdekelnek a hangképzésnek a különböző fajtái, de nem erről fogok, mindenki vagyok, erről már nem fogok többet beszélni. Alap, közép és felsőfokon is tanítok. 15 éve vagyok a Hermann Attila Zenészeti Szakgimnázium és hát zeneiskola, mondjuk így, jó? De zeneiskolának a tanára, 10 éve pedig igazgató helyettese, most második alkalommal egy évre megbízott igazgatója. A Művészeti Szakközépiskolák Országos Szövetségének pedig felügyelőbizottsági tagja. És tulajdonképpen amiért én ezt a felkérést kaptam, az, hogy a MÜSZÁ-nak volt egy olyan tanulmánya, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére csinál, ami egy kicsit az ekvivalenciáról is szól. Ekvivalencia tanulmánynak is hívtuk magunk között. Ez egy 2013-as tanulmány. Ebben én egy statisztikai elemzést csináltam 2001-től, tehát a 21. század első évtizedének a művészet oktatása alapközép fokra terjed ki tulajdonképpen ez a kutatás. És ennek máig ható tanulságai vannak ennek a kutatásnak, és erről szeretnék egy picit beszélni. Na most már nyilván, mert nem tudom, jól értelmeztem. Tehát ez a tanulmány, ez elérhető a MÜSZÁ-nak a honlapján, a dokumentumok között. Ez egy közel 300 oldalas tanulmány, nem csak zeneművészetről szól, és azon belül természetesen a népzenéről külön elég kevés specifikum található meg benne, viszont az összes művészeti ágat átívelő, nagyon fontos megfigyeléseket tartalmazó tanulmány. Tulajdonképpen azért készült maga a tanulmány, mert hogyha emlékszünk, 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium átvette a szakképző intézményeket, és meg akarta vizsgálni, hogy vajon a művészeti szakképzés az, amit ő át akarja venni, vagy pedig maradjon csak szépen az MMI-nél. És végül is ezek az összefonódások, amelyek a művészeti képzésben ilyen erősen benne vannak, letette a voksát amellett, hogy ez egy olyan kulturális szegmens, aminek tulajdonképpen a gazdasági szektorban nem sok keresnivalója van, és így ennek következtében maradt a művészeti képzés az alapokkal együtt az MMI-nél. Amiket itt hallgattunk előadások, én azt érzékelem, hogy azok a problémák, amikkel a mai művészetoktatás alap, közép és felsőfokon küzd, az tulajdonképpen már olyan halmaz ért el, hogy meg kellene azt néznünk, hogy véletlenül nem az alapok sérültek-e. Tehát ha egy ennyi problémát fölvillantó szegmenssel találkozunk, akkor, és ezeket a tetőn levő problémákat próbáljuk megoldani, akkor nagyon-nagyon messze kerülhetünk a megoldáshoz. Én azt gondolom, hogy azok az alapok, amik le vannak fektetve mondjuk egy alkotmányban, és minden egyes művészettel foglalkozó embernek a lelkében, egy művészetet oktató tanár lelkében, meg aztán pláne, azok vesznek el azokban a részletekben, amiket mi problémaként meg akarunk oldani. Tehát én azt gondolom, hogy ezek ennek a felszínes problémáknak, hogy milyen eszközeink vannak, milyen tananyagjaink vannak, milyen financiális hátterük van, ez nagyon a tetején van. Érvényesülnek el még azok az alap feladatok, amik a művészetoktatásban vannak. Érvényesül el a tehetségfelismerés, a tehetséggondozás, a célzott egyéni és csoportos foglalkozás, a művészeti szakmai felkészítés, a hátrány kompenzáció és a széles spektrumú specializáció. Tehát, hogy érvényesül-e az, amit még nagyon régen Kodálynál is hallottunk, hogy az interneterén kortól el kell kezdeni a zenei nevelést, és a művészeti nevelések, amit ugye megtörténhetnek, az az emberi személyiségnek egy olyan alapvető fejlesztési igénye, amit nagyon korán meg kell valósítanunk. Amikor SMI BTM-en gyerekekről beszélünk, ténylegesen az a kérdés, hogy hogyan foglalkoznak azzal a gyerekkel, megfelelő pedagógiai felkészültségek van-e? Vagy az a kérdés, hogy vannak olyan alapvető emberi normák,
amiket a művészeteken keresztül mindenkinek át tudok adni, és mindenki az arról a lépcsőfokról, ahol áll, egy magasabb szintre tudok emelni. Kellene nekem azt mondani, hogy ez a magasabb szint, ez egy bizonyos kategórián alul van, tehát ő BTMN-esen is. Tehát ezek olyan kérdések, amik beszélgetünk integrációról, szegregációról beszélgetünk, egyéni csoportos foglalkozásnál, foglalkozásról nyilvánvalóan, amikor tehetséget gondozók, és van erre lehetőség, és ez egy ajándék, hogy én egy gyermekkel foglalkozhatok, őt bontakoztathatom ki. És akkor utána, amikor csoportba rakom őket, akkor a szociális készségeket, az egymással való kommunikálást, és egy közösségi élményt tudok neki adni. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy ezeknek nyilván vannak tárgyi eszköz igényei, de ha tudom, hogy mit szeretnék megvalósítani, akkor a tárgyakat már közben tudom társítani, és a problémákat nem abból, nem arról az oldalról látom, hanem egy másikról. És akkor lesznek olyan problémák, amiket muszáj lesz megoldani, és ahhoz meg kell találni a financiális hátteret, és azokat az embereket, akik ebben tudnak segíteni. De ha onnan indulok ki, hogy nekem ez, meg ez kell, és nincs, és ez probléma, akkor nagyon nehéz lesz megoldani a problémának, mert várok arra, hogy akkor a legtökéletesebb, akkor a legszebb, akkor a nekem legmegfelelő dolog jöjjön. Míg ha elkezdem, jó, itt most ezt meg tudom valósítani, mert ennyi lehetőségem van, kéne még ez, vagy az hozzá, akkor sokkal könnyebb azt bevonzani, mintha a problémák felől közelítem meg a dolgot. Tehát ez a... az alap és mind a középfoknak. Ami az én, láttunk itt egy a magyar tiédben egy olyan a tudásra vonatkozó, ugye szélesülő vonalat, ahogy épül egymásra a három szint. Ennek ugye az ellentétje, az őt kiegészítő, az a csökkenő rész. Tehát azt gondolom, hogy az alapfokú művészetoktatáshoz mindenkinek, minden gyermeknek, és egyébként felnőttnek is joga volna. Tehát az, hogy látjuk azt, hogy egy kis településen is megvalósul a művészetoktatás, és tényleg ott olyan körülmények között vív valaki mindennapi harcot, ez nagyon fontos az ott lévő gyerekek szempontjából. Csak akkor fog érvényesülni a művészeti nevelés, ha az alapszint, az ténylegesen mindenhova eljut. Utána a középfoknak, erre épülve az én elképzeléseimben legalább regionális, vagy legjobb, hogyha megyei központokban van, hiszen az a gyermek, aki 14-18 éves korában kiszakad abból a családi környezetből, ahol ő természetesen él, nem tud oda legalább hétvégenként hazamenni, akkor az a gyermek az első szerelmét, a barátokat, a szocializációját egy másik közegben éli meg, nehezebben fog visszamenni. És akkor hogy fogja az a pici gyerek, aki oda születik, megkapni a zenei nevelést, az, aki potenciálisan majd pedagógus lesz és át tudja neki adni? Vagy hogy fogja az ott maradt idős generáció megkapni azt a feltöltődést, mert onnan kiszakadt és elment művészet, már nem megy oda-vissza? Tehát, és utána természetesen a felsőoktatás már sokkal koncentráltabban, sokkal jobban egy helyre telepítve tud egy szakmai központként működni. Hogy hát sajnos ez a sárga nem annyira látszik. Tehát ez a 10 éves, tehát az első évtizedben levő mozgást próbálja megmutatni, hogy maga az összes általános iskolás sok számához viszonyítva az alapfokú művészetoktatásban résztvevők száma. Tehát ez 2001-től elkezd, az a felső sárga lesz ez a vonal, elkezd növekedni. Ugye itt volt egy olyan támogatás, hogy az alapfokú művészetiskolákat lehetett magánúton is létrehozni, és rengeteg iskola jött létre, hiszen normatív támogatás volt, az összes gyereket beírták amiba, és fölvették a támogatást, és akkor így történt, hogy ilyen gyönyörű számokat tudtunk megmutatni, ez minőségi, hát ugye a mennyiségi növekedés minőségiben csak hát ez már egy párszor megdőlt itt is, tehát ez nem növekedett olyan mértékben az oktatásnak a színvonala, mint ahogy ezek a szép meredeken ívelő
görbe mutatnám. Utána jött ugye 2006-2007 az első minősítések, nem, egy hatalmas csökkenést veszünk észre az alapfokú végzettoktatás arányában az általános korosztályban, és utána egy lassabb növekedés indult meg. Az, hogy ezután, ahogy változott, arról nem dolgoztam most a felkérésünk az adatokat, úgyhogy elnézést kérek, hogy pontosabbat nem tudok mutatni. Ami ugye a középfokot illeti, azt összehasonlítottam, a kék az azt mutatja, hogy a szakközépiskolákban tovább tanuló gyerekeknek az aránya az alapfokhoz mértetett. Hány százaléka tanult tovább az alapfokú művészet oktatásban művészeti oktatást kapó gyerekeknek a művészeti szakközépiskolákban, akkor most már ugye szakgimnáziumnak nevezzük ezeket az intézményeket, és itt látszik, hogy körülbelül ez egy olyan 1,5% között mozog. Jó, tehát a 0,025 az ugye a 15, az a ez 15 ezred, az 1,5%. És azt látjuk, hogy ebben is növekedés történt. Tehát az alapfokú művészet oktatás lett a bázisa egyre inkább a szakgimnáziumoknak, hiszen csökkenő gyerek létszám mellett tapasztaltuk azt, hogy az alapfokú művészet oktatásból többen mennek a szakgimnáziumi oktatásba. Ennek is zeneművészeti ágon nagyon-nagyon fontos oka van. Tudjuk, hogy lecsökkentették az énekórák számát ebben az évtizedben. Ugyanakkor fölemeljék a pedagógusoknak az óraszámát 22-re. Egyenes következménye az volt, hogy a tanítók, akiknek nem volt énekes végzettségük, megkapták ezt az óraszámot, és belátások szerint használták fel ezt az énekórát, és lecsökkent az általános iskolai énekoktatásnak a súlya ezáltal a két tényező együttes hatása által, így az alapfokú művészetoktatásból lehetett csak felvételt nyerni a szakgimnáziumi szintre. Itt pedig a művészeti szakképzés. Tehát az, hogy egyre inkább szeretnek részt venni, megint csak a művészeti oktatásban tanulók száma. Ez egyrészt iskolák bővülése, vagy az iskolák, tehát hogy egyre több iskola volt, másrészt pedig azt is jelenti, hogy egyre többen választották a művészeti képzést. Tehát egy folyamatos növekedés tapasztalható 2001 óta a zeneoktatásban. Ott volt egy megtorpanás 2009-ben, és utána megint ez a körülbelül 4000 fő volt, ez az előadó művészeti ágazatok. Tehát a zene, tánc, dráma szakosok. Ami nagyon-nagyon megemelkedett és az elhúzódást mutatja, az pedig a képzés iparművészeti ága. Tehát abban olyan szintű emelkedés volt országosan, hogyha megnézzük, a 2001-ben 1200 körüli tanulói létszám, 2011-re 6000. fölüli, tehát ez ötszörös növekedést mutatott a képzőiparművészet tekintetében. Tehát aránytalanságok vannak magában a művészeti oktatásban, a képző és iparművészet sokkal dinamikusabban fejlődött. Ez ugye kettőt jelenthet, vagy annyira alulreprezentált volt az érdeklődéshez képest, hogy ez egy kompenzáció volt, vagy pedig egy olyan fejlődés történt, ami vonzóvá tette ezt. Mondhatom azt is, hogy a fotóművész, a grafikus, ezek a szakok, ezek valóban középfokú kimenetnél használható szakmát ad. Még az előadó művészek tudjuk, hogy jó, hát a táncos az ugye elvégzi, akkor muszáj színpadra kerülnie, mert 18 éves, mondjuk olyan 30 éves koráig kiöregszik szegényként, tehát neki muszáj dolgozni, mert az a szakmájának a kulcsa. De az előadó művészeknek a többsége azért a felsőoktatásban megy tovább. És akkor ez egy, megint csak egy, ahhoz a kutatáshoz is kapcsolódik. Itt is statisztikai évkönyveket dolgoztam fel, tehát oktatási statisztikai évkönyveket 2001-től 2013-ig, tehát ezek a központi statisztikai hivatal adatai.
azt láthattuk, hogy minden egyes megyében, illetve Budapest ugye külön szerepel, nőtt a zene és előadó művészeti szakközépiskolában tanulók száma, illetve 2001-hez képest mindent nagyobbak a számok. Itt nagyon szépen látszik egy-egy iskolának a megnyitása, vagy mondjuk a Veszprémi Konzinak ugye a hanyatlása, tehát ez egy ilyen érdekes adat, ezt gondolom majd ellen, akiket érdekelnek ezek a számok ellen a mazsolázgatni, hogy mit tudom én, Jászlathúz Szolnok megyében megjelent egy iskola, látszik elindult egy félosztálya 10 főről, és az ki is futott. 5 év alatt 2 fő végzett a 13. évfolyamon, és eltűnt. Tehát, hogy vannak ilyen próbálkozások, megjelennek iskolák, és eltűnnek, az létszámok hogyan változnak, vagy mondjuk Borsodabó üzemlémben, a Miskolci Konzinak a ugye két osztályosról egy osztályosra változása. Tehát, hogy ezek itt mind szépen láthatók ebben a táblázatban, hogy területileg hogyan arányulnak egymáshoz. Na most vannak olyan megyék, ahol egyáltalán nincs középfokú művészeti oktatás. Ezekben a megyékben ugye az általános iskolások száma is kevesebb, és valahol nagyon közeli megyében megtalálható előadóművészeti szakgimnázium. Na most még az az érdekesség, amit nem másoltam már ide, hogy ez nagyon szoros korrelációt mutat az alapok művészetoktatásban tanuló gyermekek számával. Tehát ahol erős az alapok, oda érdemes középfokot tenni, és úgy tud majd kitermelődni a felső fokra az a megfelelő szakember állomány. A tanulói jutnak a művészetoktatásban, ugye alapfokú művészetoktatás, ide írtam, hogy milyen szerepek vannak. A tehetséggondozásból fogunk tovább menni, onnan mennek a versenyekre, különböző programok, a tehetségpontok alakulnak, az most nagyon fontos lesz, hiszen a tehetséggondozás, tehetségazonosítás, tehetségtámogatás az Európai Uniós projekteknek az egyik legújabb pontja. Onnan jönnek az elágazások, hogy mehet valaki tovább képzői folyamatra, együttesekbe, zenekarokba, vagy pedig szakirányú továbbtanulásra. Klasszikus zenében általános az a vélekedés, hogy az ember elmegy egy gimnáziumba, és amellett majd ő tanul zenét, és ő föl fog készülni a zeneművészeti felsőoktatásra. Itt szeretnék arról beszélni, hogy a népzenében ez egy egészen más típusú kapcsolatot vélek én, mint intézményvezető látni, hiszen az egyetemre azok a tudástartalmak, amik a bemenethez kellenek, alapfokon nagyon sokszor meg sem jelennek. Míg a klasszikus zenében, ugye a kis 5-6 éves kortól folyamatos hangszerhasználat és szolfézsoktatás, és van lehetőség arra, hogy esetleg zeneelméletet is a nagyobb zeneiskolák már tudnak fakultációként fölajánlani, addig a népzene oktatásban ez nem jelenik meg, hogy a két hangszer az sehogy sem, tehát a kétszakosság, és az elméleti alaptartalmak sehogy sem. Tehát azért nézzük meg egy klasszikus szolfézs oktatás után, mit fog kezdeni egy lejegyzéssel egy tanuló. Szóval, hogy kulcsfontosságú, hogy mert irreálisnak látom azt, hogy az alapfokba ezeket a tudástartalmakat belevigyük, hiszen nem bírja el, azt se tudja igazán kiszolgálni azt az igényt, ami felmerül. Hiszen ahhoz, hogy egyáltalán egy népzene specifikus szolfés csoportot elindít, csak legalább 8 fő kell. Ugyanazon az évfolyamon. Tehát már az is egy nagyobb iskolát feltételez. Na most ezért nagyon fontos az, hogy hány helyen és milyen minőségben jelennek meg a középfokú intézményekben a népzene oktatás, mint olyan, és milyen tantervek szerint megy ez az oktatás. Tehát nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez a Hermannban azért nagyon szépen meg is valósul, úgyhogy ez is kis biztosít,
Tehát, hogy a második hangszer megjelenjen. Ugye kötelező tanterv szerint a második hangszer. Na most a második hangszernek a kötelező óraszáma 1. A fő hangszerhez képest. Jó, ez nyilvánvalóan egy elhivatott gyakorlásra predesztinált fiatalnál azért valamennyi tud ebben sakkozni, de ott a lehetőség, hogy a másik órát megkapja az alapfokú művészeti oktatásban, például nálunk. De gyakran előfordul, hogy ezt a második, tehát az alapfokú lehetőséget egy harmadik hangszerre fordítja az illető, és akkor már három fő tárgyal, egy erős és két gyengébb fő tárgyal rendelkezik. És az elmélet oktatás is megjelenik. Tehát ott már külön van néprajz, népzene elmélet, lejegyzés, kultúrtörténet és esztétika, és akkor sorolhatnám, hogy mennyi mindent lehet 40 órába beletuszkolni egy gyermek fejébe. Tehát ezek a készségek és ezek a tartalmak jobban fejleszthetők. És akkor most jutottunk el oda, hogy miért ennek a sikeressége, vagy ennek az eredményessége mondjuk mind tud esetleg megbicsakani. Hiszen ezek a gyerekek olyan túlterhelésnek lesznek így kitéve a közismereti tartalmak és a zenei tartalmak által, hogy az érettségi évében szinte reménytelen a felvételi. Tehát az 5 évre azért számítani kell, egészen kivételes adottságban azok a gyerekek, akik a 4. év végére, mondjuk ez alatt a terhelés alatt, vegyük oda az 5 testnevelés órát is, ami természetesen tényleg fontos, csak hogyha a 40 órából veszem az 5-öt, akkor, és a körülményeket, amik között azt meg kell valósítani, akkor túlzónak tűnhet. Tehát most ami most készül, tudomásom szerint, az az, hogy az egész művészetoktatást kiveszik a szakképzésből úgy, ahogy van. És egy iskola típust hoznak létre, ami a művészeti gimnáziumoknak a kategóriája. Itt egy sokkal célorientáltabban a helyi igényeknek megfelelőbb tanterveket lehet majd létrehozni. Nagyobb mozgástöret hagynak majd az iskoláknak abba a tantermi struktúrába, ami bevezetésre fog kerülni. Ez persze az iskoláknak nagyobb munka, de lehet, hogy megéri. Ez az egyik. A másik pedig hallottam azt, hogy ugye a középfokú tanterv nem jó a struktúrát. Nem lehet jól struktúrálni egy központi tantervet. Azért nem lehet, mert ha a budapesti egyetemen, akkor a budapesti felkészültségű, a budapesti merítésből jövő diákokra lesz elkészítve. Egy vidéki iskolában meghatározzuk azt a tudástartalmat, amit meg kell, és megadjuk azt a lehetőséget, hogy úgy struktúrálja, hogy a heti egy énekórán résztvevő 8-os zenei elhivatottsággal, bár zenei előképzettség nélkül belép ebbe a rendszerbe, akkor föl tudjam készíteni olyan tudásstruktúrát állítsak össze, ami a megalapozásra annyi időt hagy, hogy aztán én azt rá tudjam tenni a magasabb tudástartalmakat, és 13-ra átstruktúráljam azokat, amiket nem tudok 4 év alatt arról az origóról, ahonnan ő indul, beletenni az ő fejébe. Tehát lehet a tantervek struktúráltságát hibaként értékelni, amikor a mindennapi munkát csinálom rettentően nehéz, hogy csak az van, hogy ezt kell majd 5 év alatt megtanítanom ennyi annyi órában. De ha azt tekintem, hogy ez egy szabadság, ez annak a gyerekcsoportnak a felmért tudásához igazítható tanmenetet tesz számomra lehetővé, akkor ez egy nagy ajándék is. Tehát amikor itt segédletekről beszélünk és tanítás támogatásról beszélünk, akkor valahol ezt a rugalmasságot minden egyes megjelenő részszegmensbe érdemes esetleg beépíteni, hiszen ha a tanárokat úgy képezzük, hogy a célok mentén tudjanak tervezni és megvalósítani, és nem azt, hogy ezt a tananyagot kell megcsinálni így, akkor ez a szabadság megengedhető, és virágzó eredmény.